Üdvözlöm Önöket, Tóth Mihály vagyok, a Dental World marketingese, már több mint 10 éve. A 2020-as év számtalan újdonságot hozott, hát ha más nem, akkor 5 évet kellett ugranunk előre az időben, mert hogy a digitális platformot 2025-ben terveztük bevezetni. Most azonban a koronavírus válság kapcsán tekintettel arra, hogy a Dental World-ot az online térbe kell megrendezzük, ezért ezt az 5 éves fejlesztést felgyorsítottuk. Engedjék meg, hogy már is bemutassam Önöknek, hogy hol tartunk most, és hogy milyen digitális platformon tudnak részt venni a 2020-as Dental World kongresszusokon. Íme láthatják már is mellettem azt a weboldalt, amit készítettünk Önöknek, és amelyen a Dental World digitális változatát mindannyian majd reményeink szerint élvezni fogják. A weboldalon, ahogy kinyitjuk, rögtön láthatják a beköszönő szöveg után, hogy láthatóak a legfrissebb feltöltött tartalmak, illetve azok a kiemelt kongresszusok, amelyekbe valamiért aktuálisan most tartalmakat töltöttünk. Ilyen módon például az esztétika, az endodoncia, az implantológia és az ortodoncia az első ilyen kongresszusok. Picit lejjebb találják azoknak a kollégáknak a véleményét, akik már kipróbálták, mert hogy teszteltük már a rendszert, leírták, hogy ők mit gondolnak róla. Nem mutatjuk azt, hogy milyen eszközökön lehet ezt a platformot használni, illetve a közösségi média felületeinkre is meginvitáljuk Önöket. De természetesen a különböző kategóriákba rendeztük az egyes tartalmakat. Ilyen módon az esztétika, az implantológia, az ortodoncia és az endodoncia, valamint a digitális fogászat az első témák, de találnak majd termékbemutató videókat is az oldalon. Az egyes témákon belül természetszerűleg minden egyes videót, hogyha rákattintanak, akkor meg tudnak tekinteni, illetve az egyes kategóriákat ki is tudják nyitni. Most az esztétika kategóriába belépünk, akkor rögtön kinyílik az, hogy hány videót találnak benne. Itt minden egyes előadásból meg fogják találni a magyar nyelvű, illetve az angol nyelvű változatot, mert hogy azok az előadások, amik idegen nyelven lettek rögzítve, ezek magyar nyelvű feliratot, illetve hangsávot kapnak. Az esetleg magyar nyelven felvett tartalmak pedig automatikusan angol nyelvű hangsávot is kapnak, ilyen módon minden videót kétszer fognak megtalálni. Egyébként mindehhez hozzájutnak a főoldalon is, hogyha megnézik, akkor itt a főoldalon a legfrissebben hozzáadott videók között már is látják, hogy magyar nyelven kiemeltük az előadásokat, tehát relatív könnyű rájuk bukkanni, hogyha esetleg magyar nyelven szeretnék ezeket megtekinteni. Na tehát, hogyha például az implantológia kongresszus magyar nyelvű előadásaiba lépek bele, akkor ezeket kivétel nélkül egyesével meg lehet nézni, amennyiben megfelelő hozzáféréssel rendelkeznek. Ez a Get Access Now gomb ezt jelzi, hogy bizony itt ehhez hozzáféréssel kell rendelkezni. Nyilván a jobb felső sarokban a Sign In, vagy itt a gomb alatti Sign In gombban lehet majd belépni ebbe a rendszerbe. Készítettünk egy teszt felhasználót, ami arra alkalmas, hogy megmutassam Önöknek, hogy hogy is működik, tehát ha beléptem ebbe a rendszerbe, így beütöttem a jelszavamat is, akkor már is az oldal kinyitja nekem ugyanazt az előadást, de gyakorlatilag már elérhető változatban, tehát már is fut itt a képernyőmön a videó, és már is meg tudjuk nézni. Innentől kezdve egyébként egy picit a főoldal is megváltozik, mert hogy rögtön a katalógus fog nekem kinyílni, és rögtön a katalógusban tudok majd böngészni. Tehát például, hogyha az implantológia előadások közül dr. Carlos Jurado előadására vagyok kíváncsi, akkor rákattintok, megnyílik nekem az előadás, és rögtön látom is, ahogy az előadás elindul, és dr. Carlos Jurado megkezdi az előadását. Itt most a hangját tudatosan kikapcsoltuk, hogy ne zavarja meg azt, amit én mondok Önöknek. Természetesen ezt az előadást bármikor meg lehet állítani, ha bele akarnak tekerni, akkor bele lehet tekerni, el lehet lépni az előadás bármelyik pontjára, lehet hangosítani, halkítani, hasonlóan mondjuk egy Netflix-es élményhez, ugyanúgy itt is meg lehet nézni az előadást, ki lehet küldeni ezzel a gombot külső kijelzőre, illetve ki lehet nagyítani teljes képernyőre is. Az előadások alatt láthatják itt rögtön az egyes előadásoknak a kivonatát, tehát azt az extraktot, amiből meg lehet tudni az előadás miről szól, illetve mellette láthatják is az előadónak a nevét, akinek a profiljára kattintva azt is megmutatja a rendszer, hogy milyen előadásokat töltöttünk már föl ettől az előadótól, hiszen egy előadótól adott esetben akár sokkal több előadás is fönt lehet az oldalon. Így igyekszünk Önöknek segíteni, hogy a rengeteg-rengeteg előadás között megtalálják azt, ami Önöket érdekli. Tehát, hogyha nagyon röviden még egyszer
egyszer. Önök az esztétika előadásokra kíváncsiak, és kifejezetten az esztétika témakör felé kattintanak, akkor az esztétikát kinyitva az esztétikai előadások sokasságát fogják így a képernyőn majd megtalálni. Dr. Marco Maiolinónak az előadására, hogyha kíváncsiak, akkor egyszer rá kell kattintani az ő előadásának ikonjára, és már is indul az előadás, és azon a módon, ahogy az előadó ezt rögzítette, önök rögtön meg is tekinthetik, rögtön bele is tekerek önöknek, hogy lássák, hogy bizony ezek az előadások nagy felbontásban készültek, tehát ilyen módon jól élvezhetőek, mind mobiltelefonon, mind asztali számítógép képernyőjén, tehát gyakorlatilag mindenféle platformon önök ezeket az előadásokat képesek jól megnézni. Amennyiben de esetleg nem rendelkeznek még kongresszusi jegyel, úgy a dentalworld.hu weboldalon tudnak ilyen kongresszusi jegyet váltani, és a kongresszusi jegy megváltását követően automatikusan meg fogják egy nappal később kapni a belépési adatokat, amivel erre a weboldalra be tudnak lépni, és amellyel ezeket a videókat már gond nélkül tudják majd lapozgatni. Fontos felhívnom a figyelmet arra, hogy vannak bizonyos előadások, amelyek fokozatosan kerülnek csak ki az oldalra, tehát ilyen módon, ha megnézik, akkor itt az implantológiai előadások között vannak videók, amelyek már fönt vannak, még egész biztos lesznek olyan videók, amik a Coming Soon felirattal vannak ellátva, tehát ez azt jelenti, hogy ezek a videók még nem elérhetőek, de hamarosan elérhetővé válnak. Itt, ha megnézik például rögtön, van is rá egy élő példa, picit kinagyítom önöknek, hogy jól lássák, itt a Coming Soon feliratú videók, azok hamarosan lesznek fönt az oldalon. Igyekszünk folyamatosan hétről hétre újabb és újabb videókkal ellátni önöket, hogy érdemes legyen visszatérni ide az oldalra, illetve természetszerűleg a megváltozott viszonyok között az előadóinkat arra kellett, hogy kérjük, hogy ezeket az előadásokat küldjék el nekünk, ők is nyilván fokozatosan küldik nekünk ezeket az előadásokat, de mi, hogy megkapjuk az előadást is, ki tudjuk ezeket posztolni, azonnal ide tesszük önök elé, hogy azonnal tudjanak belőle okulni. 2020. december 31-ig ezek a videók gond nélkül elérhetőek, ezt követően pedig egy előfizetéses rendszert fogunk indítani, de erről természetesen idejében fogjuk majd önöket tájékoztatni. Most azonban a legfontosabb, hogy mindannyian be tudjanak lépni az oldalba, mindannyian ezeket a kongresszusi előadásokat végig tudják nézni, hiszen a kongresszusi előadások megtekintéséért járnak kreditpontok az előzetes szabályoknak megfelelően, tehát a rendszer az folyamatosan regisztrálja, hogy önök milyen videókat néztek meg, milyen kongresszusi előadásokat tettek a magukévá, és ezekért a kongresszusi előadásokért természetszerűleg ugyanúgy kreditpont jár majd az ide vonatkozó szabályok értelmébe. Tehát még egyszer a dentalworld.hu weboldalon a digitális platformra kattintva megérkezhetnek ide erre a weboldalra, ahol azután belépést követően azonnal tudják az egyes kongresszusi videókat nézni, akár többször is vissza tudják őket tekelni. Így igyekszünk a 2020-as pandémia ellenére a Dental World-öt maradéktalanul szállítani önöknek. Ha pedig kérdésük van, akkor természetesen a dentalworld.hu weboldalon a megfelelő kapcsolati mezőkben, hogyha megírják a kérdésüket, akkor igyekszünk erre minél gyorsabban válaszolni. Köszönöm a figyelmüket, és természetesen jó okulást, tanulást kívánunk a Dental World streamen 2025 helyett, immár 2020-ban.